A bajnokság előtt a vezetőség a piros csoportba való feljutást tűzte ki célul a Bácska játékosai elé, így azt is lehet mondani, hogy az alapszakaszt követően megkezdődött az idény érdemi része. A második helyezett bajaiak a hetedik helyen záró Pápa együttesével találkoznak a negyed döntőben, amely párharc az egyik fél második sikeréig tart. Jól kezdett a bajai csapat, 24-13-as vezetésnél azonban porszem került a gépezetbe. A Pápa egy 11-0-ás rohammal kiegyenlített, de a nagy szünetre így is sikerült 5 pontos előnyre szertenniük Jakabéknak. A folytatásban egyfajta dobó párbaj alakult ki, hazai oldalon Vukicevic, a vendégeknél pedig a mérkőzésen 30 pontig jutó Sonyák volt tarthatatlan. A Bácska fokozatosan növelni tudta előnyét, ami már 20 egység is volt a negyedik negyed elején. Innen pedig már nem volt visszaút a vendégek számára, a bajaiak 80-64-re megnyerték a negyeddöntő első felvonását. Egész héten feszült volt a társaság, ugye ezt erre készültünk egész idényben, hogy a play-offba bejussunk és ott meneteljünk. Én szerintem egy tökéletes első meccs volt. Az első fél időben akadozott a mieink játéka, főként védekezésben volt sok hiba. A második játékrész már jobban sikerült, és most ez is elegendő volt egy magabiztos győzelemhez. Erőléte jobban bírtuk, és a támadásunkkal is sokkal pozitívabb volt az egész. Könnyű kosarakat tudtunk szerezni, voltak szerzett labdáink, hibába tudtunk készíteni a védekezésünk az ellenfelet. A Pápa jó 25 percig tartani tudta az esélyesebb Bácskát, onnan azonban fokozatosan nyílt az olló a két csapat között. Az utolsó percekben a fáradtság jelei is kiütköztek a vendégeken, ami leginkább reklamálásokban nyilvánult meg. Talán a 0-5-ös faltarányt kéne megkérdezni a három szürkeruhástól, amikor én úgy gondolom, hogy a kisegítéseknél, a betöréseknél is van falt. Tehát a 0-5 olyan nincsen 5 percig. Nem kaptunk faltot, elment a hazai csapat, amelyik sokkal agresszívebb volt, és nem érdemtelenül nyert, tehát szó sincs erről. Jobban alkalmazkodtak ehhez a játékvezetői felfogáshoz. A Bácska ezzel a sikerrel 1-0-ra vezet a párharcban, és a fiúk a szerdai idegenbeli mérkőzésen szeretnék lezárni a negyed döntőt. Erre nyomós okuk van, hiszen ebben az esetben szombaton a sonka és tojásevéssel tudnának foglalatoskodni, nem pedig a Pápa elleni harmadik mérkőzés taktikájával.